A Tornyai János Múzeum gyűjteményében lévő díszes pengéjű még most is borotva éles bronzkardot az 1900-as évek elején Kútvölgy határában találták meg. Ez egyike annak az értékes tárgyi kultúrának, amely a két évezredet magába foglaló bronzkort jellemzi. Ezt a korszakot mutatta be tegnap Vészabó Gábor hódmezővásárhelyen. A leglátványosabb együttesek azok bronzból készülnek, ez a korszak meghatározó fém-fém-e. Emellett vannak aranyegyüttesek is, nagyon komoly mennyiségű, a Kápmencében meg különösen, mert a bányák itt vannak, és ezek a közösségek ezek élnek is lehetőséggel, komoly aranytárgy mennyiségük van. Bronzfegyverek, bronzékszerek, de emellett a keramneművesség is talán ekkor a leglátványosabb ebben az időszakban, a korábbi kirabi korszakokhoz is képest valóságos iparmész termékeket gyártanak ebben az időszakban. Az egyetemi adjunktus előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a bronzkorban élő embereknek rengeteg olyan kihívással kellett szembenézniük, mint amelyekkel nekünk is. Ezért szerinte a bronzkor manapság aktuálisabb, mint valaha. Említettem a népvándorlást, említettem a migráció problémáját, a környezet fölélésének a problémáját. Adtak rá egy választ, sikerrel vagy nem sikerrel, megpróbálták, ezekből nagyon sokat lehet tanulni. De ez a tudás az elveszett, hisz nincsenek írásos emlékek. Tehát maradt a régészet, ami válasz volt ezekre a problémákra. Egy előkerült tárgy ugyanis sokat elárul arról a korról, amelyben használták, hangsúlyozta Vészabó Gábor. A szakember legújabb kutatási eredményeiről is beszámolt a közönségnek. Az elmúlt években 34 bronz és arany leletet sikerült megmenteni az utókor számára. Ezek ma már veszélyeztetett tárgyaknak számítanak, mert sokat belőlük a külföldi műtárgypiacokon értékesítenek.